neueres Hösterl früher, Big Bang. Let's. No, weil ich passe heute am Mondokroller, Big Bang Roll. Niemand ne wie ein Löwenzahn. So, weil egy gyönyörű szép kis sárga virág, mindenki ismeri. Ha más nem, akkor úgy, mint gyermeklánchű. Nem is a neve a fontos, hanem az egyik fontossága az, hogy a méhek imádják. Szóval a méhek nagyon szeretnek rajta lenni, nagyon szeretik enni. Ha emlékeztek rá, még a csatornám elején csináltam én ebből mézet is, vegán mézet. Nagyon egyszerű, leszedi az ember a virágot, aztán egy kis cukorral, citrommal, nagyon kevés citrommal felfőzi, rak hozzá egy kis agalgát, hogyha akarja, és egy nagyon-nagyon-nagyon finom méz lesz belőle. Szóval, de azt hiszem, hogy állni kell hagyni egy pár napig. De mindegy, akit érdeke, az nézze meg. Belinkelem valamelyik oldalra, szóval vagy ide, berakom az infót. Szóval, löwenzahn, pingpong, gyermekláncű, hívjuk, vagy akarjuk. Ebből szeretnék most csinálni egy krémet. Elsőnek is leszedjük szépen a kis fejecskéjét. Vigyázunk, hogy méhecskéket nem bántjuk, mikor szedjük a virágját. Amire nagyon vigyázni kell még, hogy olyan helyen kell szedni, természetesen, ahol nem permeteztek, nem trágyáztak mostanában, a kutyák nem ide járnak szarni, húgyozni, hanem egy tényleg tiszta mezőn, ha lehetséges, kell szedni. És vigyázni kell, hogy ha nincs ekkora, ennyire sok egy helyen, hanem jóval kevesebb van, akkor csak egy bizonyos mennyiséget, szóval ne szedjétek le a felét, hanem inkább menjetek, keressetek még, de ne szedjétek le mindet, mert a méheknek szükségük van, sokkal nagyobb szükségük van erre a táplálékra, mint nekünk, hogy krémet csináljunk belőle. Amúgy se kell nagyon sok. Ki mennyit akar előállítani, ezt majd a videó végén látni fogjátok, hogy mennyi lesz egy adagból, szóval én se csináltam, ez lesz most az első alkalom, hogy ilyet csinálok. Viszont a masszőröm használja ezt az olajat, ezt a pingpong olajat használja a masszőr közéshez, szóval nálam, mikor megmasszírozott, azután ezzel ken le, nagyon jó illatja van, és nagyon jót tesz a bőrnek. Na jó, akkor csináljuk legalábbis, először is szedjük le a kis virágokat, amire szükségünk van. Mint mondottam, a méhekre odafigyelni, mert ők is itt szorgoskodnak. Amire még vigyázni kell, hogy ne korán reggel kezdjétek el leszedni, hanem várjátok meg, míg a nap megszárította szépen a virágokat. Süssön a nap, mikor leszeditek, hogy szépen ki legyenek nyílva. Minél jobban ki van nyílva, minél szebb, annál jobb lesz nekünk. Na, következő dolog, meg kell szárítani. Én úgy csinálom, hogy hagyom egy kicsit itt kint, kosarastól a napon, és adok időt azoknak a picike kis bogaraknak, amik esetleg rajta vannak a virágon, hogy le tudjanak róla jönni, el tudjanak mászni, el tudjanak menni innen. Hát körülbelül egy fél óra múlva, ha végeztem a dolgaimmal, akkor beviszem, és a dőr az aszaló gépembe kis hőmérsékleten megszárítom. Szóval ha nincs aszaló gépetek, akkor rakjátok egy tepsire, rakjátok ki a napra, szárítsátok úgy, vagy pedig 35-40 fokon a sütőbe is meg lehet szárítani, de hát akkor tudjátok, elég sokáig menni kell a sütőnek, hogy ez megszáradjon. Szóval a legjobb inkább akkor tényleg a napon szárítjátok, mint a sütőbe. Az a lényeg, hogy kis hőfokon ne próbáljátok meg hirtelen megszárítani.
mert ha hirtelen gyorsan megszárad, akkor veszt az értékéből. Na, jó van, majd innen folytatjuk akkor. Úgy döntöttem, hogy nem indítom be a gépet, megszárad ez így is, felesleges árampocséklás csak ezt a keveset géppel szárítani. Úgyhogy így is meg fog száradni, csak lehet, hogy kicsit később. Szóval nem lehet biztos. A gép megszárítaná 8 óra alatt, így nem tudom, le 2 nap biztos kell neki. Na jó van. Megszáradt már a virág, szóval 2 napot szárítottam, nem kell sehová betenni, 2 nap alatt megszáradt. Egyszerűen a levegőn. Máma beletettem ebbe az üvegbe, és felöntöttem olajjal. Szóval mindegy, hogy milyen olajt használtok, akár napraforgó olaj is lehet, akármi. Én extra szűz olíva olajat használtam erre a célra, mert ez volt pont itthon. Szóval felöntöttem a virágokat olajjal, úgyhogy teljesen ellepjék. Ezt most egy meleg helyre kell rakni egy olyan 3-4 hétre. Naponta meg kell kevergetni, hogy ne kezdjen el penészedni. Szóval, hogyha véletlenül a virág feljönne, mint itt is feljött az olaj fölé, akkor szépen le kell nyomkodni napi szinten, és szépen megvárjuk, még az olajba kiázódik a virágból azok a illó anyagok, amikre szükségünk van. Mint mondottam, egy olyan 3-4 hétig meleg helyen legyen, de ne rakjátok ki a napra. Szóval én fogom, lezárom, és a szobába egy olyan helyre tettem el, mert a szobában nálam a legmelegebb, ahol nem sütöd a nap. Na, sziasztok! Eljutottunk a vége felé a Pitypunk krémnek. Hoztam egy másik üveget, egy szűrőt, most az lesz, hogy leszűrjük, és jól hagyjuk kicsöpögtetni. Hát, hogy fogom most ezt megcsinálni kameratartó nélkül, azt nem tudom, de megpróbálok nektek egy beállítást, hogy azért valamit lássatok is az egészből. Már elnézést, ha a beállítás nem sikerül egyből, lehet, hogy leteszem, és hát ez így jó lesz. Ez így nagyon jó. A beállítás, nem tudom, hogy fog sikerülni. Alárakjak valamit, hogy ne folyjon szét, nem is tudom. Mert ha véletlenül nem sikerül az öntés, akkor tiszta olaj lesz minden, és azt nem szeretném, ezt el szeretném kerülni. Nem tudom, hogy próbáljam megcsinálni, hogy Jó ez, kérem szépen, jó ez. Na, hát ez most elég sokáig fog tartani, mire az egész lecsöpög. Szerintem, tudjátok, olaj az olyan dolog, hogy nem tudom, lehet nagyobb szűrőt kellett volna, de hát igazság szerint úgy voltam vele, hogy ennek így működni kéne. Óha. Hozok szerintem egy kanalat. Egy kis kanalat. Hát azon gondolkozok, hogy kéne megcsinálni, úgyhogy volt ebben rengeteg anyag van. De isteni illata van, nagyon jó illatja van. Szerintem valami olyasmit fogok csinálni, hogy nem tudom, használjak egy nagyobbat. Nagyon jó illatja van, isteni, annyira jó illat. Szerintem kicsikét olyan mézes illatja van neki a dolognak. Szóval máma pontosan 5 hete lett beáztatva. Eleinte mindig kevergettem, ilyen 1-2 naponta tényleg megkevertem mindig, de aztán
a virág alá süllyedt a dolognak, és onnantól kezdve nem kellett már kevergetni, mert mindig olaj alatt volt, és olyan sűrű nem kellett kevergetni. Hát nem tudom, szóval ki kéne préselni valahogy ezt, mert rengeteg olaj van a virágban még. Aki régebben itt van a csatornám, az tudja, hogy a somlekvárt a krumpli nyomóval szedtem ki a magját, hogy lejöjjön a hús. Na most ugyanazt fogom csinálni ezzel is, mivel tele van olajjal még az egész, és ki fogom nyomni. Nézzétek csak, mennyi olaj jött ki belőle a krumpli nyomóval. Rengeteg. Még egy kicsit nyomjunk rajta, de egy kézzel nehéz. De szerintem most már jó lesz, mert most már csak csöpög. Szóval, ha egy házi présre van szükségetek, csak azt tudom használni, vagy mondani nektek, hogy bármit akartok kipréselni rendesen, hogy kijöjjön a leve, vagy a húsától megszabadítani, vagy ilyesmi, használjátok a krumpli törőt. Szóval ez a legjobb, egy krumpli nyomót, ki hogy ismeri, ki hogy használja, ki hogy hívja, a neve tök mindegy, ebbe felesleges belekötni. Szóval a lényeg az, hogy ezzel szinte szárazra lehet minden préselni. Szóval leteszem a kamerát, mert mint nem is tudom, innen mutatom, elég sok kijött, és most már egy kézzel nem bírom tovább gyűszkölni, most meg fogom nyomni két kézzel, és akkor utána jön a következő fázis. Szóval, aki szeretné ezt krémesebbé tenni, az szerezzen be egy kis mélyvihaszt, és mélyvihasszal fogjuk ezt az olajat egy kicsit krémesebbé tenni. Aki úgy szereti, hogy minél krémesebb, ne túl kemény legyen ez a krém, hanem, mit, hogy mondják ezt, smájdige, szóval nagyon-nagyon finomra szeretné, az ehhez ne annyi mélyvihaszt használjon, hanem inkább feles-feles arányba a mélyvihaszhoz rakjon hozzá egy kis lanolint. Magyarul pontosan nem tudom ennek mi a neve, de ez valamilyen zsírszerűség, tehát mint régen használták, akár disznó zsírt is keverhetsz hozzá. Ez lehet, hogy most hülyeséget mondtam, de régen úgy rakták el a körömvirágot, hogy disznó zsírba tették bele, tehát gondolom ezért lehet benne. Amúgy folfettnek hívják, és ezért gondolom, mert a fett a zsír, vagy kakaóvajat, kakaóvaj például az is nagyon jó lehet bele, és akkor ezzel krémesebb állapotba kerül. Most lesz a nehezebb. A kamerát kézbe tartani és ezt kevergetni, szóval raktam bele a mélyvihaszból egy kicsit. Hát majd biztos jönnek azok a kérdések, hogy hát miből mennyit tettél. Na hát erre kicsit nehezebb lesz a válaszom, mivel hogy úgy kezdődik az egész, hogy szedjél virágot, és amennyi virágot szedtél, azt önts fel olajjal. Tehát a virág mennyiségétől fog függni, hogy egyáltalán mit és mennyit csinálsz, mert amennyi olaja kell a virágra, ott kezdődnek majd a mennyiségek. Tehát a virágtól függ az az alap, a mennyiség. Leszeded a virágot, megszárítod, mint mutattam, belerakod szépen az üvegbe, és így tovább. És akkor most pedig, hát meleg vízes, szóval igazán hagyhatom is benne, 6-os, 5-ös fokozat volt, kicsikét megturbozzuk 9-re, mert hát a víz az már melegszik, azt látom, de a mély vihasz az nem akar
A méviasz az még nem akarja. Ajaj, ez lehet, hogy sok lesz. Látjátok, ez már meleg, meleg. Kicsikét hagyjuk a levegőt kijönni alóla. Miért? Miért süttyög? Nem igazán értem, víz van alatta valószínűleg. A víz van a lapon, és azért süttyög. Aha, azaz. Kiengedjük szépen a vizet alóla, hogy ne süttyögjen. A víz for. Az olajunknak nem kell forni, szóval odáig ne jusson el senki, hogy for az olaj. Ez csak annyira kell megmelegíteni az olajat, hogy a mélyvihaz feloldódjon. Tovább nem. Csak odáig melegítjük, hogy a mélyvihaz elkezdjen oldódni. Szóval egy idő után elkezd olvadni, és jó erős kevergetés közben elkezd aztán teljesen elolvadni. Most már a második adag is elolvadt, most az jön, hogy fogjuk a egy kicsikét, és lecsöpögtetünk a tányérra belőle, így egy kicsit próbálnak, ezt hagyjuk, hogy kihűljön. Szóval ez volt a legelső próba, ez nagyon nagyon olajos. Aha, ez látszik, már látszik, hogy látjátok? Ez már megkeményedett, ez már sokkal krémesebb. Aha, ez már krémesebb állagú. Jóval krémesebb. Szerintem rakok még bele egy kis mélyviaszt, már bocs, hogy rácomoltam. És egy kicsit még az állagát egy kicsit még krémesítem, és akkor jó is lesz. Na kérem szépen, készen vagyok. Nézzétek csak, így a nap felé, sem kell várni, még kihűl. Azt ajánlom nektek, hogyha mikor az üvegből, vagy bármi van, mert csináltátok, hagyjátok benne a meleg vízbe, mert nagyon gyorsan kezd el megkötni, ha elkezd kihűlni, és inkább hagyjátok a meleg vízbe benne, ameddig kiszeditek az üvegből. Na, szóval kész van. Pitypang krém. Az állagára, hát hogy ezek még forrók, persze az idő kell, neki még kihűl. Viszont nézzétek, csak itt van az utolsó kanálba. Az utolsó cseppecske. Így néz ki most. Hát még ez is meleg, de ez ilyen krémes állapotban található. Szóval aki krémesebbet akar, mondottam, rakjatok bele valamilyen zsírt, ami krémesebbé teszi. De szerintem felesleges, már csak azért is felesleges, mert ez így egy egyszerű recept. Tényleg mindenki meg tudja magának csinálni. Elég zsíros az olajtól, szóval ez így is felesleges, még zsírosabbá tenni. És hogyha valamivel még többel keveritek, szkenem már magamra egyből, szóval ha még többel keveritek az egészet, akkor természetesen a lövencán, a pitypang virágának a kivonata nem lesz annyira tömény, hanem minél többet kevertek hozzá, annál jobban dúsítjátok. Szerintem ez így nagyon jó, szagoljátok meg, érzitek? Oh, isteni illata van, már előtte is nagyon jó volt, mielőtt beletettem a mélyvihaszt. Ez adott neki még egy kis édesebb illatot, de már előtte is nagyon olyan volt, hogy az ember legszívesebben kenyérre kente volna és megette volna. Szóval nagyon finom illata van. Hát ezzel zárom. Szóval próbáljátok ki a receptet, mint mondottam, nincs megadva. Semmi nincs megadva, hogy hány kiló, hány liter, hány deka, semmi nincs megadva, saját magatoknak csináljátok. Szóval mondanám rá, hogy egy ilyen örök recept, ez olyan, mint hogyha az ember teját csinál, soha nem méret ki, hogy hány deka teja legyen. Szóval én nem szoktam, én így marikkal bele bum, ahogy esik, úgy pufan.
Szóval, egyszerű recept, szedjetek virágot, szárítsátok meg, rakjátok bele egy üvegbe, öntsétek fel olajjal. Én extra szűzolajat használtam, és hidegen préseltet, de mindenki olyat használ, amit akarsz, akár napraforgóolajat is használhatsz, ki mit szeret, mit tud megvásárolni magának. Szóval hagyjátok 5, 4, 5, akár 6 hétig is állni, legalább 2 naponta kevergessétek, legalább az első időkben, körülbelül a második héttől már nem kell kevergetni olyan sűrűn, elég hetente egyszer, utána már virág lemegy a aljára. És akkor, mikor kész van, akkor utána jön ez, hogy vagy kirakjátok üvegekbe, vagy pedig csináltok belőle krémet, de mint mondottam, olajnak is lehet már használni. Szóval innen a tárolásáról már csak annyit kell tudni, ezt hagyjuk szépen itt kihűlni, nem kell vele foglalkozni, majd kihűl, és ha kihűlt, utána hűvös, sötét helyen kell tárolni, bárhol. Szóval nem kell hűtőbe rakni, nem kell, hogy meddig áll el, hát azt nem tudom nektek megmondani, hogy meddig áll el, attól függ, mennyit használjátok. Ha pedig mégis az lenne a kérdés, hogy meddig áll el, akkor én azt mondanám, hogy vegyük figyelembe azt az időpontot, ameddig az olaj állna el. Szóval azt az olajat, amit felhasználtunk a virághoz. Na jó, szevasztok, ennyi volt.